és ez az a táv, amin indult az olimpián is. És úgy gondolom, hogy Sacinak nagyon-nagyon nagy erőssége az, hogy nagyon ügyesen tudja a pályáját változtatni, kívülről belülről előzni. Ő vezetni elől nem olyan erős, mint talán mint Petra, sőt szinte biztos, viszont nagyon-nagyon taktikus. Mellette láthatjuk még Rebekát, Szilicei Rebekát, ő is a felnőtt válogatott tagja, és idén már a váltóba is bekerül, eddig általában ötös emberként szerepelt, vagy hatos emberként a világkupán. Most viszont beért arra a pozícióra is, hogy váltót korizzon. A legkülső pályán pedig Somogyi Barbit láthatjuk, aki ugyancsak jászberényi születésű, és ő idén került be a felnőtt csapatba. Ő is hatalmas tehetség, nyilván még szoknia kell egy kicsit ezt a nagyobb terhelést, de tudom, hogy azért szépen lassan ő is belejön. Petrus ismét ér rá, ami nem meglepő, hiszen az előző futamban is, a Saci pedig az előző futamban is abszolút lazán hátulról kezdett, és úgy gondolom, hogy most is inkább szépen végigmegy majd a tömegen. Nem hiszem, hogy hatalmasat fognak harcolni Petrával, legalábbis én remélem, hogy azért vigyáznak egymásra, hogy ne legyen semmi sérülés, de azért valószínűleg kettőjük között fog eldőlni az elsőség. Én a harmadik helyre Rebekát várom. Ezen csak az változtathat, ha esetleg van valami lökdösödés, mint ahogy látjuk is, Barbie nem adta könnyen azt a harmadik helyet. Turiana pedig úgy döntött, hogy inkább kimarad a boxból, és inkább kívülről előz, így az élre állt. És az ugye most leghátul van. Petrus pedig a második helyen. Sokszor jó taktika, hogyha erős az ember, és nagyon robbanik, hogy leghátul van, hiszen hátulról egy nagyot tud robbantani. Ez nyilván akkor nagyon nehéz, hogyha nagyon gyors a futam. Ha az elejétől kezdve gyors körök vannak, akkor azért nehéz hátulról robbantani, azt kevesen tudják megcsinálni. Nyilván ebben a mezőnyben még Petrus is bőven meg tudná, de én úgy látom, hogy ő inkább a biztosra megy. Saci pedig szépen csorog előre. Egy kicsit láttunk egy kis vállazást. Ez Sacira abszolút jellemző, szeret egy kicsit inkább harcolni, mint hogy biztosra menjen. Viszont úgy gondolom, hogy ez még talán belefért. Remélem a bírók is így gondolják. És akkor nem a bírókon fog múlni, hogy ki hányadik lesz. Opp, és itt láthatunk is egy bukást. Ha jól láttam, akkor Rebeka bukott, és Turianna. Így Barbie jött fel a harmadik helyre, és ahogy ezt meg lehetett jósolni, Petra és Saci pedig az első két helyen vannak. Innentől kezdve csak attól fog múlni, hogy Petrus milyen gyorsan megy elől, és mennyire tudja majd végigvezetni elől. Hiszen elől sokkal-sokkal nehezebb menni, mint valakit lekövetni. Úgyhogy Saci, amíg Petrus elől megy, addig pihen mögötte, és ha esetleg még marad egy kis energiája, akkor már próbálhatja megelőzni, bár én gondolom, hogy egyenlőre Saci örül, hogyha ott marad, de hát Sacinek se lehet tudni, néha felszokott éledni. Utolsó kört láthatjuk, és Saci még mindig ott van. Innentől kezdve van még egy kör. És nem, valószínűleg Saci nem fogja tudni megpróbálni, és nem is nagyon tudott maradni Petrával, úgyhogy maga biztosan első Jászapáti Petra, második Bácska is Ára Lusza. És ha minden igaz, akkor Somogyi Barbara jött be a harmadik helyre, hiszen buktak. Itt biztos, hogy lesz bírói döntés, hiszen ilyenkor, mikor többen esnek, és nem maguktól, hanem egy ütközés során estek, akkor azért a bíróknak valamit dönteniük kell. Ritkán hagyják úgy, hogy senki nem volt a hibás. Néha akkor szokták úgy hagyni, hogyha esetleg látszik. Már látszik, azért 9-6-tal fejeztek be a csajok, nem 10-0, 10-1-2-vel, úgyhogy ez egy kicsit, egy fokkal már gyorsabb volt. Petrus nem bízta a véletlenre. Szóval nem fogják